Ez az album a gyűjteményem legrégebbi darabja. Valamikor az 1800-as évek vége felé ragasztották a kemény kartonlapokra a fényképeket. Sajnos a fedőlapját elvesztette, így az album elején lévő fotók felülete eléggé megkopott. Mind a két kép egy ház vagy kastély teraszán készült, háttérben egy tóval. A jobb oldali fényképen egy kisgyerek éppen bögréből iszik, ami kitakarja az arcát, így nem tudjuk megállapítani a nemét. A másik kép eléggé megsérült, így csak annyit látunk, hogy ugyanott a teraszon készült. De hogy kit vagy mit ábrázol, azt nem lehet kideríteni. A belső oldalon sokkal jobb a helyzet, ami a fényképek állapotát illeti. Az első egy jól eltalált pillanatfelvétel, amin a valószínűleg kislány éppen újra tölti tejjel a bögréjét. Mivel az albumban semmilyen felirat nincs a képekhez, nevezzük el Laurának. A fotó bal szélén egy alak részlete árnyékban talán a nagymama, aki éppen mond valamit. A háttérben látható hegyek közötti tó nem ismerős. A jobb oldali képen ismét Laurát látjuk az előtérben, szép fehér ruhában. Mögötte a távolban, a kép bal oldalán egy életlen alak. Talán egy csecsemőt tart a karjában. Ezt amiatt gondolom, mert a következő oldalon egy csecsemőt ismerünk meg, egy középkorú hölgy karján ülve ugyanabban a környezetben. Nem hiszem, hogy a gyerekek anyja lenne a nő. Inkább a dadájuknak nézem. A másik képen ismét Laura, szintén ugyanott a sétányon, egy elegáns ruhát viselő hölgy kezét fogva, aki szerintem az anyja lehet. A következő oldalon az öltözetekből kicsit pontosíthatjuk a kort. Mert a fotón látható ruhák és kalapok a reformkort idézik, vagyis az 1870-es, 80-as években lehetünk. Nem tudjuk, milyen alkalomból gyűlt össze ez a vegyes, de főleg hölgyekből álló társaság fotográfia készítésére. A mi családunk két gyermeke is itt van. Laura minden bizonnyal az anyja ölében, húga, nevezzük Aporkának, meg a mama barátnőjének ölében. Valószínűleg az apa fotózta az album első felének képeit, és amatőrsége ellenére remek felvételeket készített. Csinált ugyan néha a kamerába nézős csoportképeket is, de inkább az elkapott pillanatokat szerette, mint amilyen ez is. A két hölgy valószínűleg barátnők, és talán helyi előkerülségek feleségei, éppen egy parkpadján ülnek Laurával és Aporkával. A kamerának hátat fordító nő lehet a gyerekek mamája, mert a fülbevalója pontosan megegyezik a következő lapon lévő nő fülbevalójával. Ezen az oldalon is az életszerűséget élvezhetjük a fotókon. Megismerkedünk az album első gazdájával, aki a mama lehetett, nevezzük el Amáliának. A képeket feltehetően a férje készíthette, a korabeli fotótechnikához képest igen jó minőségben. A másik képen nem néz senki a kamerába, és megint meghökkentő az elkapott pillanat természetessége. Amália talán éppen felállni készül, a dadus felemelt keze a kutyának szól, akit az ölében ülő csecsemő láthatóan szeretne megsimogatni. Ritka jó ez a fénykép, le a kalappal a fotós előtt. A következő oldalon megismerhetjük a fényképészt is. Egy tóparti lugas teraszán áll, kissé mereven, jól szabott hétköznapi öltönyben, szalmakalapban, szájában szivarral. Nevezzük Alfonznak. Arra tippelek, hogy vagy földbirtokos, vagy főispán lehet a foglalkozása. A mögötte lévő tájat nézve, esetleg valahol Erdélyben van az otthonuk. A másik képen egy sapkás férfi emeli a magasba Laurát. Talán a család közeli rokona lehet. Érdekes, hogy a gyerekek milyen hamar megtanultak belenézni a fényképezőgép lencséjébe, pedig még a fotózás hőskorában vagyunk. A következő képen bal oldalt a büszke apa tartja Laurát. A másik férfi talán az alispán vagy a szolgabíró lehet, mert készségesen mutatja a kamera felé Aporkát. Nem tudjuk, ki csinálta a felvételt, talán az anya. De az oldal másik fotóját biztos, hogy Alfonz készítette. Ezen a szolgabíró tipeg a futó Aporka mellett, fogva a kislány kezét. A háttérben Laura szedi a lábait. A mögöttük látszódó épület a család egyik háza lehet. A következő oldalon egy korabeli fürdőben vagyunk. Mindkét képen a dadus nyakig felöltözve a vízben áll, és Laurát tanítja úszni. Nem lehetett hálás beosztás a dadaság.
A másik képen, a medence korlátjánál ülve felfedezzük a kislányt, az anyja áll mögötte, akinek a kalapját Aporka éppen most igyekszik a medencébe dobni. A következő oldalon ismét a birtok egyik sétányán vagyunk, és a rosszabb minőségű felvételen két szomszéd gyerekkel van együtt a testvérpárunk. Majd Aporkát látjuk, amint kilép a virágágyásból. Az árnyékban van valaki sötét felső ruhában, de nem lehet kivenni, hogy ki is az. A következő oldalon ugyanott vagyunk, és megint csak a két gyerek van megörökítve. A kiskocsi lehetett a kedvenc játékszerük, mert több képen is feltűnik. Itt éppen a kisebbik lány húzza Laurát. Majd egy kerti padon Aporka fekszik hason. A következő oldalon a dadus emeli játékosan a vállára Aporkát, és ismét Aporkát látjuk a kisebbik képen a fűben guggolva. Majd megint a kiskocsi, csak most Laura húzza a kocsiban ülő húgát. Ezután végre az egész család együtt szerepel egy fényképen. A ház tetőteraszának sarkában ülnek, ragyogó napsütésben. Alfonz szájában ismét szivar van, és valamiért a tájat nézi, és nem a fényképészt. Az oldal másik képén megint a megunhatatlan kocsikázás. Azt nem hinném, hogy csak ez az egy játékuk volt a gyerekeknek. Bár a következő képeken sem látunk egyéb játékokat náluk. Négy fürdőzős felvétel következik, amit a ház erkélyére kivitt gyerekkádban fényképeztek le. Először szólóban, majd párosban. Érdekes, hogy egy tópartján állhatott a házuk, és még sincs sehol egy tóparti fürdőzésről készített felvétel. A következő oldalon van még két kép a testvérpárról, aztán soha többé nem látjuk őket, bár az album kétharmada még hátra van. Egy üres lap után egy másik korban találjuk magunkat, másik család képei között. A hajpántos mama talán Aporka vagy Laura leánya, a frizurájából következtetve az 1920-as években. Nevezzük el Diannának. Utána egészen az album utolsó harmadáig csak a kislánya látható a fényképeken, ő maga már nem. Talán az történhetett, hogy Diana felnővén megtalálta a régi fotóalbumot, és amikor a lánya megszületett, úgy döntött, hogy folytatja a fényképek beragasztását. Sajnos ő sem írt semmit a fotókhoz, így nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor készültek, és hogy mi a neve a gyermeknek. Rajta kívül csak egy-két fotón tűnik fel más is. Itt egy idősebb asszony, talán a nagymama ül mögötte egy karosszékben, egy idegen kislány társaságában. Itt meg nagymama ölében ülve. Több közös kép nincs ezután róluk. A következő fényképek nagyon rossz állapotban vannak. Valószínűleg valami dohos pincében feküdt az album évekig, és emiatt az utolsó oldalak bepenészettek, és a fotók is tönkrementek. Van még egy tucat üres oldal az albumban, de már senkit nem vonzott, hogy új fényképeket ragasszam bele. De nem bántam meg, hogy sok évvel ezelőtt megszereztem a Bolha piacon. Az elején van néhány fotó, ami emlékezetes marad. És Alfonz nem is sejthette, hogy nyomot hagy ezekkel a képekkel maga után.